lépés! Indul! Igazán különleges tisztességért a jászokat a Jászsági Menedzser Klub Egyesület szervezésének köszönhetően. Emelkedett pillanat volt, amikor a Szent Korona és a koronázási ékszerek hiteles másolatait a koronaőrök tekintélyparancsoló gárdája behozta a Nagyboldogasszony templomba, ahol a méltó elhelyezés után hálaadó szentmise következett. Itt most a hála órája van. Van miért hálát adni? A 25 esztendő lehetőségeiért. Van miért hálát adni? Azért, hogy a Jászsági Menedzser Klub segített a térség gazdasági fejlődésében, helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel együttműködve hozzájárult az itt élők életének, életvitelének javításához, az itt élők örömére. Mi, a gyarló, hétköznapi mondatunk ilyenkor, hála legyen érte neked, Uram, és nekik pedig adj lehetőséget, adj minden szükséges égi-földi segítséget, hogy tovább vigyék ezt a művet. A boldogságos szentanya szeplőtelen szívének ünnepén a hálaadó szentmisét főtisztelendő Szántó József főesperes plébános celebrálta, melynek elején Pócs János országgyűlési képviselő köszönte meg a vállalkozókat közösségi kovácsoló Jászsági Menedzser Klub Egyesület munkáját és a vállalkozók befizetett adóforintjait, mely térségünk fejlődésének alapja. A cégek által kitermelt adóból lesz jobb egészségünk, jobb közbiztonság, több támogatás. Iskolákat, templomokat, ebből építünk óvodákat és új bölcsödéket. Ha ideje van a szólásnak, akkor részemről azért is ideje van e helyről a köszönetnek, mert a képviselő lobbjuk alapja, a járság gazdasága önöknek köszönhetően tett annyit az asztalra, hogy ez vagy az járja. A munka soha nem lehet jobb vagy baloldali, mondta a képviselő, aki kitért arra is, hogy a közös eredményekből a térséget érintő legfontosabb fejlesztések valósulhattak meg, párhuzamban a helyi életminőség javítását fontosnak tartó 25 éves Jászsági Menedzser Klub Egyesület céljaival. Ezért csak hála és köszönet illeti szemléletformáló közösségüket. Ma a Trianon utáni Csonka Magyarország egyetlen szentkoronás templomának, a Jászok főtemplomának csúcsán az Arany Királyi jelkép hivatott jelképezni az összefogást, mely egyben tartja a Szent István által alapított, majd végrendeletében Jézus Szentanyjának, a magyarok nagyasszonyának örökül átadott országunk egységét. Ezt a fontos feladatot még az 56-os tankágyuk is csak bő egy évtizedre vethették vissza. A jelkép utal még Jézus Krisztusra, a királyok királyára, ki minden földi és égi hatalom, emelte ki Mező István református főlelkész, aki a záróáldást mondta a szombati misén. Jézus Krisztusé minden hatalom menjen és földön, ő adatott nekünk, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Aki azt az országot készítette nekünk, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve még csak meg sem sejtett. Mindezért egyedül Istené legyen a dicsőség. Amen. Mária országában a jászmagyarok oltalmat, hazát és hitet találtak, melyek máig életvezető gondolatai az új generációk előjáróinak is. Azoknak a jászsági előjáróknak, akik a szentmisét követően a történelmi jelképünk előtt tettek tiszteletet és hajtottak fejet. A főesperes atya gondolatait idézve, az égieknek felajánlott hazánkban a magyarok nagyasszonya örök kapaszkodónk is reményünk lehet, ha szükségünk van a nehézségek közepette erőre. Ez a nap is ilyen erőforrás volt, hogy emelt fővel folytathassuk a jászság fejlesztését.